Hogy lesz-e most éppenséggel Vazier Pantheon, vagy mondjuk valami más kellemes meglepetéssel örvendeztet meg minket, azt megtudjuk a pick and ban fázisban, vagy hát utána egészen biztos. Nézzük is meg, azt mondom. Milyen jót ugrottunk ma is. Nem rossz, nem rossz. Illetve aki kérdezte, hogy lesz-e pírcező? Lesz, pírc itt van. Szósölözünk? Jó, oké. Mosolyogtam. Mondjuk ez a mi arcunkon nagyon látszik. Én a maszkalat úgy mosolyogtam, mint még soha senki. Úgyis kérdezték a chatten, hogy hol vagy. Hát itt vagy. Maokai viszont nem lesz az idézők szurdokában. Hallod ezt? És hallod? Mert én nagyon hallom, és tetszik. Kiszakítja a dobhártyát, de nem baj, inkább ez legyen. Ó, ne viccelj, mi az, nem zavar. Nagyon örülünk neki, köszönjük szépen. És ha már örülés, akkor Samira ki lett tiltva, mert őt közösen utáljuk. Mármint, hogy nem annyira szeretjük, kedveljük. De közösen utáljuk. De csak amikor ellenünk játszik. Azt hiszem, ezt kijelenthetjük. De végül megmaradt a tiltó listán. Igen, ahogy Maoka és helyes. Pantheon is, ahogy már úgy te is kell. Említetted. Mellők érkezik egy Olaf. Hát eddig semmi kivetni valót nem látok a tiltásokba. Ezek azok, amiket mostanában megéri tiltogatni. És ugyanígy folytatódik a sor, hogyha az a Camille megmarad, már pedig megmarad. Hát az Eskimiau csapata nem ment rá, hogy egy ember TC-zzünk ki magunknak. Tiltotta az alsó ösvény, ugye támogatott, illetve lövészt is, és a felső ösvényre szintén. Ezzel szemben az MZ Phoenix csapata, hát jó, Olaf a dzsungel, ez egyértelmű, Pantheont igazából mindenhonnan kitiltották. És akkor marad egy Malphite, szintén több helyen bevethető most jelen pillanatban. Igen. Ezek után kíváncsi leszek, hogy vajon mi lehet az első választás, hiszen azt ugye tudjuk, még jó, hogy nem kezdtem el mondani, mert én nem ebbe az irányba vittem volna a gondolatot. Gint hoztál volna? Én egy Gin Kajsát hoztam volna fel, avagy egy Táliát. Őt is amúgy igen gyakran választják elsőnek. Ezen a versenyen is, meg ahogy látjuk a külföldi bajnokságokban szintén. De ez az első választás most egy Aatrox lett. Hát szerintem kivetni való ebbe sincs. A Béri volt ugye, ő is nagyon szeret, és gyakorlatilag halhatatlan lesz egy idő után. Igen. Úgyhogy a hírfelező az így kötelező ellene a csapatba. Érdekes kérdés ez, amit felvetettél, még hogyha nem is kérdés volt, hanem kijelentés. Én legalábbis személy szerint most az idézők szurdokában sokkal inkább azt tapasztalom, hogy azok a karakterek, amik mondjuk rendelkeznek alapvetően beépített healinggel, és igen, mondjuk még Conquerort is hoznak, és mondjuk még Vérióval is rendelkeznek, azok ellen nincs az az effekt, nincs az a hatás, ami meg tudja azt gátolni, hogy egy teamfightba ne pörögjön fölfelé az életerejük. Meglátjuk, hogy most majd él-e ezzel a lehetőséggel a Phoenix, vagy hagyják a fenébe. És megpróbálják inkább csak szétverni a fejét. Én na akkor de is azt mondom, hogy kelleni fog. Yasuo! És nem is csak, hogy Yasuo, hanem Yasuo Gragas. Szerintem őket így együtt is de kezelhetjük. De úgy, hogy ők bannolták Malphite-ot. De hogy az lehet, hogy az alsó ösvényt látjuk. A Yasuo Gragas kettősbe. Könnyen előfordulhat. Ilyet is láthattunk már azért több helyen. Azzal sincs baj, hogyha külön lénekre mennek, esetleg a Gragas vagy a felsősen, vagy a dzsungelbe, akár ez is előfordul, de igen, ők együtt, ha lemennének az alsősen, hatos szinttel az egy olyan kombó, amit nem szeretnél, hogy a túloldalon legyél. Igen, hát Gepard, arról inkább ne beszéljünk. Én azt mondom, az a szkélelés az nem volt túlságosan sikeres. Még lett volna 30 perc, akkor összejön az is. Igen. Na igen. De ha már 30 perc, Kajsa is örül, hogyha eltelik 30 perc. Illetve Lulu mellette, aki igyekszik majd megvédeni. Nekem tetszik, amit ott látok. Ez a piros oldali csapat, testvérpár elhozva, Jont mondtam, hogy legyen, lett. Kíváncsi vagyok, hogy tudják majd összekombozni. Azért Yasuo, illetve Jon is olyan, hogy egymásra tudod építeni az ő dolgaikat is. Az is egy nagyon jó kis csapatharc, hát nem kompozíció, de akár 2v2 vagy bármi ilyesmi kisülhet belőle. De ugyanez amúgy a Kai'Sa Lulu-val is természetesen igaz. Lulu nagyon jól meg tudja majd védeni a Kai'Sát, illetve többi csapattársát is egy későbbiek folyamán, amikor elérkezünk majd a csapatharcok idejére, és hát ha már Lulu, akkor mindjárt szó, mind Jón be akar majd ugrani az arcodba. Ó, igen. Hát valamelyik nem fog annyira örülni, hogyha éppen átváltoztatják. Közben Miss Fortune, illetve Graves, a tiltólista két következő áldozata. A Graves az megint csak abszolút a helyén van, ha már ugye szót ejtettél Táliáról, akár ezt is ki lehetne tiltani, inkább a Jarvan Jax. Na, mi lesz? Az eléggé valószínű, igen, hogy dzsungeles tiltást láthatunk majd. Igen, ez egy picit gyanús. Na, de ki lesz a vége? Változgatott azért. Ezek közül bármelyik opció eddig jó volt. Igen, de úgy tűnik, hogy a Lillán maradunk meg a végsőkig, illetve
Az alapján, ahogy még az Eskimo tiltására visszatérő, vagy a Miss Fortune az, akit elvettek most az ellenféltől. Itt most két gondolat is marad a kis buksimba, hogy ők vagy nem azt gondolják, amit mi gondoltunk egyből, hogy alsó ösvényen megy az a Yasuo Gragas 2-ös. Hát, inkább szóló lénekre pályáznak? Igen, vagy pedig pont ez az, hogy figyelj, kitétünk pár lövést, és ha nem is ezt akartátok, akkor is inkább oda vigyétek, és bele kényszerítünk titeket esetlegesen egy ilyen szituációba. Igen, mondjuk olyan szempontból ettől még ezért az érdekes, hogy ha már ugye ADC vagy lövész tiltások, és mégsem kerül ki a Jhin, lehet, hogy az Eskimo úgy gondolja, hogy a Kai'Sa az remekül le tudja játszani a botlane-ről a Jhin-t, hát már meglátjuk, hogy mi történik, illetve hogy ugye milyen karaktert választanak. Miközben örületes multitasking a chaten. Melyik részem, hogy most kivételesen oda nem figyeltem. Ja, semmi, csak hogy egy-két játékos is tiszteletét tette itt. Ja, hogy így. Akkor üdvözlök mindenkit ott is. Hecarim az MZ Phoenix-hez, és ha már dzsungel, akkor Lee Sin pedig az Eskimo-hoz, illetve egy Akali. Hát őt nem láttuk sűrűn. Mostanság elválasztva. Nem. Viszont bannolva nem egyszer. Igen, bannolva volt többször is, ugye középső ösvényre fog venni, nyilvánvalóan ez az orgyilkos. Azért megelőlegezzük Aatrox-nak, hogy jön meg a felsőre. És akkor most kiderül minden az MZ Phoenix választásából. Oho. Na így, hogy egy Rell érkezik meg utolsó választásként, hát nem csak, hogy bajba leszünk, hanem a Gragas egészen gyanúsan nem támogató, viszont a Yasuo ugyanúgy lemehet akár az alsó ösvényre. És hát akkor nézd. Jón a középsőn, Gragas pedig a Gragas felsőn. Mid? Azt mondod? Rell Yasuo, Jón top, vagy Gragas top, mert igen. Mostanában azt is sűrűn, vagy egyre többet láthatjuk, a Hecarim meg nyilván dzsungel, vagy Gragas dzsungel, Hecarim top. Na jó, figyelj, ebből bármi lehet, én azt abszolút mondom. Abszolút flexelhetők. Ami pedig még biztos, hogy kedves csetelők, illetve nézőink, a cseten elindult a szavazás, most, hogy láthatjátok, hogy mik a választott, illetve tiltott hősök, tessék. Mi is lássuk, hogy tessék, hogy tessék azokat a csatornapontokat költeni serényen, illetve hát nyerni majd őket. Hát ő egész jól beindult, egy ideig 100-0 volt az MZ Phoenix javára. Hát az biztos, hogy az érdekesebb kompjuk nekik van. Igen. És igen. Most ezt nem úgy értem, hogy a jobb, meg hogy ki a nem, mennyivel pozitívabb. Nem, hát az Eskimo-nak eléggé hagyományos, mert igen. Tudjuk azt, hogy Aatrox top, Lee Sin dzsungel. Így van. De jó, mondjuk azért az Aatrox Akalit is lehetne. Jó, de valószínűleg nem cserélgetni. Persze, valószínűleg nem. Kai'Sa Lulu botlane az természetes, abban is bőven megvan a potenciál Kai'Sa-ben, mely Lulu rácsattintja az ultit. Így van. Nem biztos, hogy az olyan rossz lesz. Hát de ha túloldal. Igen. Az viszont biztos, hogy rossz lesz majd az Eskimo csapatának, hogyha a túloldal tud bemenni. Igen. Azért Jón, Hecarim, Yasuo, illetve Gragas is, hogyha ráugrik az arcodra, nem leszel annyira boldog, és nem azért, mert Gragas ennyire testes lenne, hanem mert onnan nem biztos, hogy egyben ki tudsz majd jönni. Illetve nekik is egészen jó kombó lehet majd Rell ultiával, ugye, amikor így szépen maga felé húzza az ellenfeleket. Azért azzal tud mit kezdeni szerintem ez a Yasuo Jón kettős. Egészen tetszetős az a kompozíció, ami talán hiányoz, hát nem tudom, hogy a Gragas milyen építkezést fog választani, de ha tankosabbat, akkor a varázssebzés... Hát először nézzük picit... meg, hogy melyik pozícióba érkezik. Igaz, a varázssebzés lehet talán egy picit kisebb mértékű majd, ezt fogja majd kárpótolni a brutális adésebzésért, tehát kezdeményezési potenciál, na az van. Oké. Okay. Halló, halló, figyelem. Hol vagyunk? Knax? Edi! Valami furcsa. Oké, elindult. Kicsit el is kezdtem szédülni. Így ebben a kamera beugrásból azért tegnap még csak ugrani tudtunk. Hát ma már gyakorlatilag benne vagyunk az idézők szurdokába. Hát tegnap beugráltunk, most úgy tűnik, hogy kiugranunk sikerül. Na de ez így rendben is van, hiszen a mi helyünk, ez nem az idézők szurdokában van. Viszont a játékosoké, annál inkább most már őket látjuk. És üdvözöltek is az idézők szurdokába, illetve mi is üdvözlünk mindenkit az idézők szurdokába, ha már onnan kezdtük meg ezt a mérkőzést. Keresem is közben, hogy van-e valami különleges rúna, avagy kezdőtárgy választás, inkább előbbire vagyok kíváncsi, de az annyira nincs. Szokásos, hogy úgy mondjam, lövész pozícióban játszóknál a kifárasztás most már, illetve Hecarim természetesen villanás nélkül. Aatrox szintén kifárasztással, nincs teleport se a felső, se a középső ösvényen az Eskimo csapatába. Ez lehet még majd egy érdekesebb szituáció a későbbiek folyamán, amikor célpontokra kell majd igyekezni. Ami nagyon-nagyon érdekes lehet, az az, hogy például az MZ Phoenix csapata, ha nem is karaktereket, de játékosokat irgalmatlanul flexelt, gyakorlatilag csak és kizárólag Krokix az, aki a
helyén maradt, hogyha jól látom, és mindenki más-más pozícióban, mint amúgy. Vazier például dzsungelben, Kisze topon. Viszont a karakterek... A Mides ahogy... legalább Mides karakterrel játszik, de ő is botom van. Igen, de viszont a karakterek, ahogy mondtuk, szerintem kb. Ebbe egyeztünk meg, nem? Hogy ja, ez lesz, hogy Gragas, Heka, jó, ja, ez jó, csak a játékosokban tévedtünk teljesen. Ja, hát igen. Jó, most szerintem megadhatjuk magunknak ezt, hogy nem feltétlenül rontottuk el. Hát nem is tudom. Jó legyen. Jó legyen a mi hibánk, aztán kész. Ezen mit, a mérkőzésen mit sem változtat ez. Megindultunk, ugye már 2 perccel is telt a bronz összecsapás első mérkőzéséből. És hát Jónnak nem annyira tetszenek így a játékkori szakaszában lévő csereberék, na talán majd ez. Ajaj. Ja, tényleg, ha bár nem mondtam, mond. De én akciózok ezen a meccsen. Ja, jó, csináld, oké. Akkor előveszem a telefonomat. Jó, nyugodtan. Kérlek, te csak helyezd magad kényelembe. Fölveszem amíg, a lábamat. Amíg mi, illetve a kedves nézők, azt láthatjuk, hogy Jasszú és Real párosa tolja az ösvényt előre. Elég aktívan, Kajszálódó pedig a torony alatt lesz majd kénytelen most farmolni, viszont a kettes szintet most már ők is befejlődték. Még inkább csak a csereberék, most sem estek egymásnak annyira a felek, hogy már itt hatalmas inváziók lettek volna, vagy dzsungeles érkezések, mindenki cserél a másikkal, de akkor, ha már dzsungel, egy picit nézhetjük, ahogy Palavala szedi az ő kis békáját. És Lulu és Kajsza párosa próbál visszakezdeményezni, Jászló viszont pofátlanul beugrik az arcodba, akkor is azért a Minionért a tornádó tökéletes, Lulu pajzsa viszont levéd minden egyes sebzést, éles szeműeknek pedig nem is kell mondanom, a kevés béleseknek viszont szólok, hogy kódok vannak bal felül. Ajaj, de nem adjátok el senkinek. És Lee Sin érkezhet akár egy rajtaütésre a középső ösvény, Jon most nagyon elő van. Ajaj, bizony ez így egy veszélyes támadás. Jop. Lehet, ki kell belőle villanni. Még akkor is, hogyha esetlegesen a déli folyó szakaszba jött volna a támogató dzsungeles. Ő már nem ért volna oda, hogyha nem villan itt Jon. Ugye Rabbanó. Ebből a szituációból így viszont a genk majdnem tökéletes, de így is határozottan pozitív. Mindig jó egy idézői képességet elvenni az ellenféltől. Viszont ha már genk és rajtét, és Hekarim érkezett az alsó ösvényre. Bizony, ez pedig akár veszélyes is lehetett volna, de azért természetesen úgy dönt, hogy nem. Level 4-en még nem fogunk dive-olni, még akkor sem. Hogyha egy Hekarimban játszunk. Duracell Daddy a szokásos emót. Ezt nem is elég sokszor láttuk, hogy Ramos jelezte, hogy srácok, minden rendben. Csak ugyanígy tovább. Csak nehogy utána néhány perccel később majd a kempes emótot kelljen használnia. Igen, az a sátor. Ott pedig Lee Sinnek most sajnos meg kell tudnia, hogy nincs már ott a táborom, haló srácok, Hekarim is itt lehet a környéken. Rabbanó viszont így bajba kerülhet, akkor is, hogyha Vazier itt van, mondjuk szerencsésen elkergette Lee Sint legalábbis az Ignite rajta van Rabbanón így is, úgy is. És végül ő is meghalt, de az első gyilkosságot ő tudta elhozni, és be tudják fejezni Lee Sint is, persze, hogy be. Hát végül így mondhatni megérte. Teljes mértékben 2-1-es a cseré, illetve az első gyilkosság is ugye hozzájuk került, arra volt válasz Jon skalpja. Ezzel most egy 1000-es aranyelőnyre szert tudtak tenni az 5. perc legvégén. És hát aktív a dzsungelezés, azért azt kell, hogy mondjam, most így az elmúlt 2 percben középsősvényt előszeretettel látogatnak. Ez pedig a méltán híres Proxy Gragas, amit a felsősvényen nézhetünk. A világhírű? Igen, ez az új Singeskin, tudod? Ah. Most jött ki nemrégiben. Hát figyelj, úgy tűnik, hogy a korona rá is rátette azokat a plusz kilókat. Az biztos. Hát ez az otthon maradás nem mozgott Gragas se túl sokat. Vagyis hát ő Singed, ugye, ha már róla beszélgetünk. Igen, igen, igen. Aztán érkezett is egy ilyen válasz. Erre első sárkányra még nem lépnek ki a felek, bár ahogy hallottam, pingek érkeztek elég rendesen a csetre. Valami fajta idézői képességről vagy sárkányról. Óceán lesz amúgy majd az a sárkány, vagyis hát már most is az, csak még illetve a csetre nem csak hozták el. Ezért, hanem egy kedves régi ismerős. Szervusz, Márti! Szervusz, üdvözlünk innen is. Igen. Akkor... Én nem is figyeltem. Eddie, te is éles szemű vagy. Hát,
Azért van szemüvegem, hogy lássak. Jó, hát ez mondjuk teljesen. Úgy könnyű, hogyha van egy szemüveged, ami helyetted néz. Köcsön adjam? Nem, köszönöm szépen, most nem kérem. Hát... De én sem biztos, hogy ezt kéri. Igen, az egészen biztos, legalábbis azt a sebzést, amit az elején megkapott abból a négylábú patás állatból. Ajjaj! És hát úgy tűnt, hogy a Lee Sin problémás helyzetben van, de sokkal inkább a Hecarim lesz az, aki nehéz helyzetben találja magát. Nem is volt az olyan nehéz helyzet. Annyira nem. Erre 10 másodperc múlva újra találkozunk vele az idézők szurdokában. A Kali pedig ebbe nem fog most belehalni. Viszont Lee Sin lehet itt még bajba, vagy inkább Jon. Hát Jon, illetve Aatrox találkozik, amit akár a felsősvényen is megfigyelhettünk volna, viszont ez az Aatrox, ez most ellépett topról, és úgy tűnik, hogy az akcióknak nem akar egyszerűen vége szakadni, folyamatos harcok az idézők szórokában. Na, az egy stílusos sutyerák elvitel volt a Gragas ultival. Igen, igen. Mindeközben pedig Kai'Sa lehetett volna problémában, de Krokixnak nem találtak a képességei, sütinek, és igen. A torony mekkora átlőtt. Atya, gatya, Aatrox pedig, miközben igyekezett volna vissza topside-ra, úgy tűnik, hogy találkozott nem is egy, hanem rögtön két ellenféllel, de ez még akár túltolás is lehet a Phoenix részéről bizonyám. Vazier megint csak alacsony életerőn, nem is sikerül ölni, ő lesz a halott, és követheti őt. Kisze? Hát, flashes kezdeményezéssel megpróbálkozott volna egy gyilkossággal. Unlucky. Az elmúlt másfél perc tanulsága, hogy ne játsz a cicával, hogyha ő nem szeretne, illetve a Phoenix-es csapat tényleg azt akarja megmutatni, hogy a hanvaiból tud-e újjá éledni, illetve visszatérni a meccsbe, mert aranyformájában most ez még mindig csak egy 1000-es különbség, viszont 6-2 a gyilkosságok állása, azért szerintem kiegyezhetünk abban, hogy a cicák jobban jöttek ki ebből a jó sok csereberéből, így az egész térképen átívelően, Jászó pedig egyedül lett hagyva. Nem tudom, mi baj van a tripla Dorannal, hát van 10 ujja, és még csak 3 gyűrűnél tart. Így van. Lehet az még majd lesz több is, de amúgy nem rossz így halmozni az élvezeteket, ilyen Dorán gyűrű, Dorán penge, pajzs. Hát pajzsból azért nem annyira szoktuk látni, pengéből, illetve gyűrűből inkább. De a játék korai szakaszában egészen hasznos lehet. Igen. Amíg az ösvényfázis tart. És hát láthatjuk, hogy Gragas nem állnám rosszul, 20-al le tudja farmolni azt az Aatroxot. Azt vegyük ki a képetből, hogy utóbbi viszont 3 gyilkosságban volt a lénen, mint részt vett, és igen, ő nem annyira volt ott a lénen eddig. Na de most Gragas is el kóborol, mert az lehet, hogy inkább csak egy őrszem kihelyezésre volt most benevezve. Illetve hát úgy tűnik, hogy a gyűrűkre ott is van a válasz, hogy a kísértett Kamzsa személyében Aatroxnál, ami nem lesz ugye neki egy túlságosan rossz dolog, főleg, hogyha ugye megveti a Spiritet. Esetleg, amit mondjuk egy Gragas ellen akár még meg is lehet vásárolni az életerő visszatöltésén. Hát... Amúgy sem rossz, ez még megdobja egy picit. Rosszabbítani nem fog. Rosszabbítani? Hátráltatni nem fogja az életerő. Én megadtam a rosszabbítaninak is. Nem, én átgondoltam. Jó van, nyelvújító Edi. In the house. Az most mellé ment. Lulu, nem akarsz abba a bokorba benézni? Hát úgy tűnik, hogy mégiscsak szeretne Vazierrel találja magát szembe, illetve itt van most már Rabbanó is, aki egy gyilkossággal gazdagodik, így süti ugyan ki, viszont ettől függetlenül Akali még ugyanúgy ott van a sárkány, és úgy tűnik, hogy beszáll a buliba, és ő is elkezd harcolni. És ha már itt vagyunk, akkor srácok, még egy kicsit ütlegeljük ezt a sárkányt. Smite-unk nincs, úgyhogy inkább ezt most hagyjuk, azt mondhatja a Phoenix. Hagyjuk? Igen. Igen, igen. Most már úgy néz ki, hogy hagyjuk, de a sárkányt nem még azért oda piszkál egy picit. Ha már megütöttetek, vissza tudok pofozni. Gragas mindeközben a felső esélyen megy előre. Egyre jobban. Jó is a visszahúzás. Torony alatt is belemegy a cserébe. Igen. Hát ez annyira nem érte meg. Fogalmazunk úgy, hogy a sebzés nagy része, amit elszenvedett, azt a toronyból kapta, nem is az ellenféltől. Ajaj, Krokix, menekülőre kellene fognia, és ebben a helyzetben nem nagyon tud segíteni a lövész, az alsó ösvényes társának. Sem a toronysebzés, sem az Ignite nem elég arra, hogy befejezze Lee Sint, viszont úgy tűnik, hogy a felső ösvényen Aatrox elszenvedhetné az első halálát, de nem. Vazier, mi lesz veled? Már nem is menekült, tudta, hogy a sorsát nem kerülheti el ebben a helyzetben. Inkább elfogadta és lelki békére talált. Közben az óceán sárkány a cicák elkezdték, illetve lassan be is fejezik sokkal inkább, úgyhogy innentől kezdve ez az óceán őket fogja erősíteni. A következő majd 5 perc múlva egy pokoli sárkány lesz. Gragas pedig megy tovább előre.
lekergeti konkrétan Aatroxot a pályára. Te nem mehetsz haza, neked haza kell sétálnod. Teleport, úgy nem fogsz hazajutni. Kedves Knox. Igen. Látod, milyen van Robbanónak? Látom. És mit szólsz hozzá mindeközben? Azért azt mondjuk, hogy kiszén ott a kifárasztás, nem véletlen, el is halálozott. Hát most ez a proxizás nem volt éppenséggel a legjobb. Ha már elfáradt, most megpihenhet az orkára, gondolsz amúgy kérdés alapján? Igen, igen, a Gale Force-ra gondoltam. Nem feltétlenül a leggyakoribb Jon tárgyválasztás, azért a halhatatlan pajzsiat én legalábbis többször láttam rajta eddig. Hát lehet, hogy nem a leggyakoribb, de hogy mondjuk egy bőrsebzésre az nincs nála jobb, az egészen biztos. Illetve ugye amúgy is meglévő tessei mellé még egy, az is, az sem rosszabb itt, csak igen. Hogy tovább vigyem ezt a szót. Hát a mobilitásán nem ront. Igen. Azt hiszem, ezt kijelenthetjük. Amúgy sem rossz. Talán meg is nézhetjük, hogy mit tud kezdeni ezzel az itemmel, majd egy kicsit később. 12. perc végéhez érünk közben, 9-3 a gyilkosság aránya, aránykülönbség 4-500, ez nem számottevő, nagyjából. Beszélni sem kéne róla különösebben. Ajaj! Ajaj, bizonyám! A Gale Force, az Ignite... Na, ki is lett használva. Jó a tárgyválasztás! Igen. Valószínűleg a halhatatlan pajzsér is sikerült volna, de nem baj! Jó! Én örülök az orkának, mert az egy tök jó item szerintem. Igen, azt aki kitalálta, az... Oké. Hozzá kell ellened sokszor. Ő kapja a prémiumot évvégén. Hát valószínűleg elfogják majd, ha elkezdek játszani ezen a játékkal én is. Természetesen játszok vele, senki se gondoljon rosszra. Igen, igen. Az Lizzie. Aram az nagyon jó játék. Az Aram a legjobb. Ragász készül egy kis akcióra, és szerintem mi is. Bizonyám, hiszen itt van Vazier, itt van Lee Sin is. Nézzük, hogy mi lesz ebből a 2v2-ből. Vazier becsaptintja a Hecarim ultit, a Lee Sin viszont még ugyanúgy ott van, és ugyanúgy küzd Vazier. Halott, talán ez már ötödik alkalommal történik meg az idézők szurdokába, és követi őt a Ragász is. Rendkívül sok overstay a Phoenix csapatától. Hát az Aatrox a harc utolsó 5 másodpercében már csak hílelődött. Na igen. Ami egy igen csak érdekes dolog. Az idézők szurdokán belül Lee Sin az, aki a hírnökön ott marad. Jon és az ő orkánya pedig megérkezhet erre. Na így is történik. Lee Sin pedig volt, aztán nincs. Gale Force megint kihasználva. Akari el tud-e menekülni? Egyelőre igen, teleportok, vagy hát teleport pedig érkezett. És talán ennek is köszönhetően a Phoenix csapata végül el tud hozni egy célpontot. Az, hogy időközben az alsó ösvényen mi történik, az már egy másik történet. De egy jó kis rással, igen, itt a középső ösvényen megszerezhetik az első tornyukat. És talán mehetnek is tovább. Hát az még biztos, hogy a kettes toronyba is bele tud fejelni. Az a Robika, ha csak addig nem győzi valahogy Akali. De hát mivel Robikának itt a barátai is itt vannak, így nem lesz egyszerű. Ajaj, Akali, ebből a helyzetből te nem fogsz tudni kijönni, és... Akartam volna mondani, hogy nem csak ő nem tud kijönni, hanem Alice is, de ő kijött. Köszöni szépen, jól van. Hát ezzel szemben Rabbanó annyira nem. Ő valóban nincs annyira jól, hát a világ összes turret sebzését bekapta. Igen, mindegyiket is. Hát ez sajnos most így nem lehetett túlélni, viszont az első elhozott torony mellé megérkezett a második is, Aatrox jön közbe. Ragászra. Aatrox pedig 1v2-ben, most annyira talán nem örül, hát nem. Elszenvedi az első halálát, így a 15. perc vége felé. A hasas-pasas pedig, igen, lecsapott. Ja, szóval a középső ösvényen tolja fel a minion sávot. Hamarosan pedig majd sárkányt láthatunk. Bizony, fél perc múlva érkezik a pokoli sárkány. Abból is az első, ugye, és hát nyilvánvalóan az utolsó is. Az idézők szurdokába ezen a mérkőzésen, aranykülönbség még mindig egy ezres, és 13 hét gyilkosság ügyileg. A középső ösvény átköltözött az alsóra, az alsó pedig hát valahol barangol. Így a térképen össze, na meg vissza. Jón kezdeményez. Ez pedig így nem biztos, hogy túlságosan jó lesz majd annak az Akalinak, hát legalábbis, hogyha ugye Rel megérkezett volna egy jó kis mágneses viharral. Hát ugye ez nem történt még meg egyelőre.
a pokoli sárkány viszont él, és ezért a célpontért lehetne küzdeni. És hogyha esetlegesen a Phoenix mondjuk így a játéknak az eddigi szakaszában nem egyszer elmérte, vagy túltolta a harcokat, azért ez mindenképpen az ő javukat szolgál, hogy mondjuk a tornyok tekintetében ugye elég jól állnak, köszönhetően a középsősíny, és na, megindulásuknak. Na lesz-e lopás? Az itt a kérdés. Bent van a dzsungeles! Hát egy gyilkosság az biztos, hogy van, illetve Vazier elhozta a sárkányt, hogy smite-e-le, vagy valami alaptámadással, vagy valami spell-el, azt nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy a cicák most, hát ha nyávognak is, ezzel a helyzettel nem nagyon tudnak mit kezdeni, gyakorlatilag egyenként hullanak el, így pedig állsz. A Phoenix pedig nem, hogy visszajött a mérkőzésbe, hanem jelenleg abszolút uralja. Pedig ott volt az a sárkány, aki csak akarja, vigye, olyan 60-80 életerő környékén el lehetett volna vinni azt is, de ha már volt egy ilyen akciónk, szerintem nézzünk is meg egy gyönyörű visszajátszást, majd egy kis idő múlva. Ó, ilyenünk is van. Elmondhatjuk azt, hogy igen, azért tudta megszerezni azt a sárgát, és azért látszik tényleg, hogy itt lesz ám csapathat potenciál ebbe a kompozícióban. Nem is csak, hogy lesz, már van is. Igen. Isten igazából. Ezt tudták nekünk most is prezentálni, és akkor most nézzük meg szerintem még egyszer azt a csodálatos visszajátszást. Majd mindjárt, amint el fog az is indulni. Addig szerintem beszéltük róla, amúgy, hogy én téged és a nézőket egyaránt, úgyhogy mindenki engem bántson most a cseten, kérem az utálatot, gyertek, csak erősítetek vele! Az utálatokból táplálkozott! Szép! Hát, ha van visszajátszás, ha nincs, az biztos, hogy a 18. percre egy kicsit megváltozott a játék képe mondjuk az első 5-6-hoz, vagy mondjuk 8-10-hez képest. Mert akkoriban mondjuk a cicák gyakorlatilag még teljesen irányították a meccset. És ott van a visszajátszás, most már nem mertem mondani, itt van a sárkányhoz való beugrás. Tökéletesen csináltam ugye a Phoenix, hogy látták ám, hogy Lee Sin megérkezik, akkor mi nem a sárkányt kezdjük el tovább ütni. Sokkal inkább Lee Sin-t, illetve beugró csapattársait próbáljuk meg kivégezni. Gyönyörű Rell végső képességének a használata ezzel tudott mindenkit ott tartani a környéken, amíg a csapattársai a sebzést megfelelően ki tudták osztani. Még egy kifárasztás is kijött itt a végére, és láthatjuk ám, hogy Jasuék testvér párosa egész jól tud működni, amikor harcokra kerül a sor. Gyönyörű még a Jasu ult is az egész csapatharc végéig bent tudott maradni, innentől pedig már csak Aatrox-nak a lekergetése, ami hátra volt Isten igazából. És vissza is tértünk a mérkőzésbe időközben, az alsó ösvényre. Hát csak előkerült az a Yasuo-Gragas páros, amit szeretnénk, vagy szerettünk volna, vagy hát nem feltétlenül szerettünk volna, de vizionáltunk, hogy meg fog érkezni még a pickban fázis alatt, hiszen elég jól tudnak együtt működni. Akár egy ösvényen is. Nem vagyok benne biztos, hogy a cicák tudják, hogy egy Gragas vár rájuk még a bokorba. Ha és amennyiben megérkeznek a Rell Yasuo kettősre. Sőt, Őrsze ugye nincs a közelben. Ugye ezt nem tudják. Igen, és hát mondanám, hogy ha úgy van, akkor még teleporttal érkezhetne a topos is, de hát ő az, aki itt van lent, az pedig nagyon szép kezdeményezés. Lee Sin mondjuk még mindig életben van, süti is kicsit problémás helyzetben, ki kell jönni ebből az akcióból, de aztán végül mégiscsak elhullik egy-egyes a csere. Hát az ember előnyöz. Úgy tűnik, hogy végül mégiscsak felül kerekedett a Phoenixnek a mostani jó elgondolásán. Igen, ez most egy 4-4-es csapat, akkor azt hiszem teljesen máshogy igen, alakul igen. Ez az egész. Akkor lehet, hogy 4-0-át cserél a Phoenix. Így van, mindeközben Aatrox szóló killeni tudta azt a jont. Nem. Pillanatig elgondolkoztam, hogy hát ha Vazier becsattint egy ultit Ghost-tal, de ez nem történt most meg. És bár az elmúlt perceknek a kis kavarodása egy picike kis, hát hogy mondjam... Teleporttal érkezik Gragas! Na majd ezután Gragas jön, ultia nincs, de hát ettől függetlenül a hasas pasas még van. Ugyanúgy veszélyes, főleg akkor, ha van mellette egy négylábú patás állat, ami éppenséggel most egy kentaur, megint a hasas pasas! Hát kiszíjék, ezt most szépen csináltak, még akkor is!
A Csavazier megint elhullik a mérkőzésen. Na mindegy, a csetre visszatérve csak annyit akartam mondani, hogy láttam, Csio, hogy te is itt vagy. Hello neked is! Hello, hello, szia! Illetve mindenki másnak is. Üdvözlünk mindenkit, aki becsatlakozik hozzánk erre a kalandra. Hát ez is kalandosnak tűnik itt a felső ösvényen. Az egészen biztos. Hétrox nehéz helyzetben. Az a végső képesség vagyunk, nem talált? A híres egy pixeleken múló. Sebzés, kiosztások, Lee Sin pedig, mint Lifesaver megérkezett a végén. Talán amúgy se lett volna elég az Ignite, de így volt biztos. Még a pajzsát rá tudta helyezni Hétrox testecskéjére. 17-15, nagyjából 4000 az aranykülönbség, és most már ugye a Phoenixeknek, ha már beszélgetünk egy kis hanvaiból feléledésre, akkor éppen ezt mutatják meg nekünk. 21. percben vagyunk amúgy. Jó, de azért olyan nagyon nem porlattak a lehet, lehet. Ez így van, inkább csak pár tollat elhullajtottak. Na, ugye. Ez milyen szép. Ahogy a cicák kieresztették a karmaikat. Hát mostanában már ők se dorombolnak annyira. Fogukat vesztett macskák lettek? Egy kicsit úgy tűnik. Hát ezen a mérkőzésen egyelőre az biztos, hogy a kezdeményezést, vagy azt a bizonyos gyeplőt, azt átadták az ellenfélnek. Uh-huh. Hát vagy elvették tőlük, ez ugye nézőpont kérdése. A lényeg, hogy ott nézőpont van. Kérdése, hogy jön a következő sárkány. Ami ugye egy hegy. Így a lélek is ugyanilyen lesz. Egy sárkány, nem lehet, és az akció. Ójaj, szép kezdeményezés ez a Phoenix csapat. Tehát viszont most bent van Atrox a csapatharc kellős közepében, és ilyenkor tud az Atrox igazán élni. Ilyen az, amikor az Atrox igazán működik. Három ember zónáz gyakorlatilag a teljes harcból, és Kisze még csak most érkezik meg. Mondjuk a kezdeményezése az elég jó, Lulu gyakorlatilag távol az egész csapatától, de úgy tűnik, hogy ez már egy kicsit kései. A csapatharcot mindenképpen elveszítette a Phoenix, de vajon lesz ebből ász? Az itt a kérdés. Az Atrox megint csak az összes toronysebzést kitankolja, ami a világon létezik. Ez már szerintem a negyedik vagy az ötödik volt, és nem kell az a fránya sárkány. Inkább baron kell. Nagyon úgy tűnik, hogy a cicák így gondolkoznak. Most gyönyörű csapatharc a részükről. Atrox MVP, illetve valóban, ahogy te is itt mutatod, csak kedves nézők ezt nem látják. 54-es voltam ez a csapatharc, ami egy igencsak fontos része ennek az egésznek, és Atrox gyönyörűen zónáztak igazából abból a négy emberből hármat is, akik így nem tudtak hozzáférni a cicás rácokhoz. Így pedig ki tudták osztani a sebzésüket sokkal nagyobb biztonságban, mint eddig. Az, hogy Atrox körülbelül négy emberrel táncikált egy percig, utána 4-5 toronylövést is megkapott, mindezután 2/3 életerővel ment tovább, mint aki jól végezte dolgát. Erről mindenki hát gondoljon, amit szeretné, inkább nem mondom, hogy micsoda, az biztos, hogy a hegysárkány elhozatalt most. A Phoenix-ék próbálják, azt nem lehetett belopni. Hát igen, az öröm az ürömben, vagy hosszú távú befektetés, inkább elveszíteni egy csapatharcot azért, hogy utána a sárkány fixen meg legyen? Szinte biztos vagyok benne, hogy így gondolkoztak. Na, jó, helyes. Milyen jó, hogy ilyen egy rugóra jár az anyunk. Igen. Az évek meg a rutin, jó a kezdeményezés. Kifele kellene mennie, hát a Lee Sinnek meg nem kellett volna befele menni, azt gondolom, viszont lehet, hogy ő teljesen másként gondolta, mindjárt kiderül, hogy ki gondolta ezt jól. Az biztos, hogy most 5 fővel itt van a Phoenix, és az is biztos, hogy most van sebzésük, bár az Atrox-szal olyan sok mindent még mindig Isten, nem tudnak kezdeni. Az Atrox nem akar meghalni, az Atrox végig harcolja az egész fájtot, és igen, lehet, hogy előbb a Lulut kellene levágni, de hát a Lulu nagyon tud futni ezekkel a pici lábaival. Mi van, Phoenix? Hát ott van az Atrox! Ja, hogy az ott is marad? De örülök, hogy megtörténik, amiről beszéltünk a Pikban fázis alatt, és kevésbé örök, mert amúgy annyira nem szép látni, ahogy az Atrox konkrétan mindent is túlél. De tényleg így van, halhatatlan ez a karakter. Lulu is valamennyire még vigyázott, de igazából semmit nem számít. Nem. Mert Atrox önmagába tudja ezt produkálni, amit csinál. Pedig ez most egy 5-5-ös csapatharcot. Ezt most a Phoenix-ig tudták elkezdeni. És jól is kezdték. Igen, jól is sikerült ez a kezdés. Az eleje úgy nézett ki, hogy minden rendben, ezt ki tudtak szedni, azt hiszem két embert is még Atrox szeret, de hát ő akkor azt mondta, hogy srácok, azért a főbossz még itt van, jó? Igen, mondjuk az Executioner az instant megvásárlásra került. Hát nem csodálom. Igen, csak... Egy picit késő már, de nem baj, a következő csapatharcokra még azért elég egyértelműen hasznos lehet majd. Majd nézzük meg a következő csapatharcot, mennyit fog számítani. Ne, az a baj, hogy te nem hiszel benne, hogy ez elég lesz. Hát én nem. Elég lesz ellene. Én ebben nem hiszek. Nem baj, Edi. Szerintem a nézők se fognak hinni benne annyira, hogyha meglátják ezt a visszajátszást az előző harcol. Itt is van az a kezdeményezés, amiről beszélnénk. A Gragas ulti akaríthat a Mides dobja be a köztudatba, és onnan gyakorlatilag kikényszerítik belőle
hogy mindent is elhasználjanak rá. Kijött rá Lulu ulti, kijött a saját zonyája per stopper órája, tök jó a Jón ulti, minden úgy alakul, ahogy a Phoenix szeretné, minden gyakorlatilag tökéletesen indul itt az egész harc elején, egyedül az a fájó pont, hogy ott van egy Aatrox, még mindig max életterén, aki tökéletesen vissza tudott húzni három embert, onnantól kezdve az összes Q-ját igazából, illetve a sebzését ki tudta rájuk osztani, és egyszerűen nem tudják őt kifókuszolni, vagy amikor tudják, akkor pedig már késő, hiába szedték szét az embereket, a többieket, semmit nem számít, mert itt marad ő max életerőn 20 másodperccel a csata kezdete után is. Tökéletesen jól van, boldog, és így mehet majd tovább. Hát igen, és úgy tűnik, hogy én ugye Lee Sin-t kiáltottam, de Akali volt, aki bent volt. Igen. Viszont úgy tűnik, hogy itt megint csak készül valami. Hát na a nézzük. Phoenix itt az előbb nem volt túlságosan sikeres. Nézzük, mennyit ér a hírfelezés. Nincs itt Aatrox. Úgy kezdeményezhetne a Phoenix, az a végső képesség az elég jó sütit, ki lehetne szedni. Ó, de jó a lekövetés. De a Lee Sin, viszont a Lee Sin, illetve az Aatrox találkozik. Úgy tűnik, hogy Rabbanónak a Jóniával, Jónjával, és így pedig egy-egyes egyelőre a csere. Két elég nagy carry az, aki hiányzik. Na, lehet-e kezdeni valamit megint az Aatrox One Man Show-val? Az a kérdés. Nem is One Man Show, hiszen vannak társak. A válasz pedig az, hogy nem. Hát nem tudom, hogy a Phoenix mit fog tudni csinálni ezzel a helyzettel. Na, az biztos, hogy a hírfelezés nem ért semmit. Ez szerintem. Így most nyugodtan tényleg? Kiemelhetjük. Gondolod? Ez pedig a harc az után. Az elején volt. Úgyhogy 1-0 Edinek. És amíg nem volt ott, addig jól is alakult. Igen, a harc. Igen, tök jó volt a Jón ulti, megint két ember, aztán Lee Sin kirepült vele a világból, ahogy visszament. De milyen aztán... szerencse volt, hogy kirepült. Mármint számára még jól is alakult a dolog. Csak aztán ugye megérkezett. Az a kedves kis Aatrox. 29-19 ezzel az állás. 2,5-3 ezer inkább az aranykülönbség a két csapat között. Most már ugye a cicák javára. Főbossz továbbra is a képernyő közepén, és hát alsósúlyan is mennek előre ám. A cicák, jó a kezdés? Hát igen, Lee Sin be, és ő most tényleg Lee Sin, Rabbanó. Jó volt a menekülése, majdnem gyilkosságot is ért, sőt gyilkosságot is ért, Hekarimhoz el egy killt, aztán utána Yasuo is be tud darálni valakit, viszont úgy tűnik, hogy Süti is megérkezett ebbe a mérkőzésbe, megérkezett, hát úgy tűnik, hogy már megy is, aki viszont továbbra sem akar menni, hát mondanom kell, de mégis megy, Aatrox meghal! És akkor itt most Edi. Raid boss! Téged is megkövezlek, meg amúgy mind a kettőnket is. Működik a hírfelező, adj egy követ, azt úgy hozzád vágom. Nem. Működik a hírfelező, illetve most még egy dolog történt. Lulut ki tudták szedni igen. A harcnak azért sokkal korábbi részében. És igen, mi beszélgetünk itt az Aatroxról, de hát a Lulu is igen, csak sokat számítám egy-egy életben tartásban. És hát ezt most megmutatta nekünk. Hogyha nincs ott, akkor azért ölhető ám a főbossz is. Úgyhogy innen is elnézést tőle, nyilván neki is hatalmas szerepe volt az eddigiekben. Na de lesz-e vajon harmadik sárkány? A Phoenix csapatának részén igazából itt van. 14-es szintű, nagyobb, mint Hekarim. Sújtása erősebb. Kérdés, be tud-e jutni? Hogy ne tudna, de nem vállalja. Ezzel pedig megvan a harmadik sárkány, méghozzá a második hegysárkány az MZ Phoenix csapatának, és kész. Az Observer kollégák is tudják, hogy az igazi MVP, hát ő igen. Itt megy a képen, hát mondta, hogy brum brum, én vagyok az, aki életbe tartjám. A csapattársait. Nem ám az a gonosz kis Aatrox. Én mostanában csak ezt nézzük egész meccsen. Lulu pov. Oké. Okay. Nézzük, ahogy kalandozik a dzsungelbe. Azt hittem megáll táncolni, az gyönyörű lett volna. Hogyha ezt sikerült volna valahogy elérni. Hát reméljük azért, meg, hogy meccs közben ő legalább nem nézi az adást, meg amúgy is van ugye egy jó pár perces delay. Azt néznek, hogy kiszedte azt a vardot is. Na, Reel, te csináltál ilyet? Dehogy csináltál? Dehogy nem, 71-es videószkorja van. Ne ronsd el, olyan szubdifferencia van. Na, igen? Nem bántok jó. Senkit. Oké. Okay. Vissza a csapat. Én azért ezt nem jelenteném ki, azt viszont ki kell jelenteni, hogy a Yasuo 1v1-ben megöli Akalit, ez pedig így meglehetősen jó pozíció a Phoenixnek arra, hogy folytassák a harcot. Na, a Raid Boss, illetve Aatrox is ugye természetesen ott van, Lulunak ki kell villania, bent van még a gyógyítása, de nem is olyan biztos, hogy erre Aatroxnak majd szüksége lesz, nem hiszen Flash elő is rendelkezik, és úgy tűnik, hogy 2v2-es teamfightban, hát nem tudom, hogy a Phoenix csapata miért nem menekül, hát azért nem menekül, mert a Lulut le lehet vágni, és hogyha a Lulu halott, akkor halhat esetlegesen utána az Aatrox, és persze, ha öten ütik, vagy legalábbis öten ott vannak, akkor nyilván halhat.
És nyilván meg is halt, aztán lehet fordulni a Baron Nashorra, ahol még azért kékörszemek vannak, nyilván látják, meg amúgy is tudnák, hogy itt igen, most ez következik. A Phoenix koncepciót váltott. Így van. Nem Aatrox nélkül akar harcolni, hanem Aatroxot. A Phoenix is tudja, hogy nem, cicákot. Nem a méret a lényeg, előbb azt a Yordle-t szedjük ki, jó, és van. Utána majd a nagyok ellen is lehet menni. Én is ezzel nyugtatom magamnak. És hogy sikerül? Ez az a beszélgetés, amit nem kell folytatni. Az biztos, hogy a 31. percben a Phoenix csapata megszerezte a Baron Nashort, 3 darab sárkányjal rendelkeznek. És bár eléggé adok-kapok eddig a meccs, tehát a mérkőzés elejét ugye a cicák jól kezdték, aztán utána a Phoenix átvette a kezdeményezést, aztán ugye utána jött az Aatrox One Man Show, mondhatjuk így. Persze, az nyilván... sose volt, az sose volt, ja, bocs, az bocs, mindig bocs, jó, volt. Igen, a Lulu One Man Show, igen, természetesen. Na jó, legyen így, én így is elfogadom. Jó. De most megint úgy tűnik, hogy a Phoenix beszkélet? Illetve amúgy nem vagyunk kedvesek, ott van egy 11-5-13-as Lee Sin például, akiről nagyjából szót sem ejtünk, és nyilván Akali, illetve Kai'Sa is. Nem. Hát akkor nem emeljük ki. Ennyi. Ez így van. Jó. Ebbe kiegyezhetünk. Aranyállást mutattak nekünk közben a kollégák. Hát ott a középsősvén azért én ott nagy különbséget látok. Egy 5000-es arany szempontjából ez nem annyira mindennapi. De azért a többi lénen is vannak ezresek vagy 2000-esek ide, illetve oda. A csapatok között amúgy 2500 most nagyjából. Na? Ez a kezdeményezés most nem sikerült, viszont ugye ne felejtsük, hogy Baron Nashor erősítéssel lehet előre menni. Igen. És nem biztos, hogy az Eskimia úr, nem áll rá. Cicák, jó, a cicák csapata nem biztos, hogy most harcolni akarna, gondolom én, de ők meg pont az, hogy harcolni szeretnének, sütik el, hogy megkapja a nagyobbítást a Lulutól, ez most gyakorlatilag muszáj volt, ettől függetlenül már 2 ember mínuszban vannak, persze, Aatrox él Lulujel, tehát olyan nagy gondjuk még egyelőre nem kéne, hogy legyen, ami probléma számukra, hogy az ellenfélből mindenki él, és hiába lő, hiába lő a torony, ez végig. Személyes! Atya úristen! Lehet, hogy befejezi a Phoenix az első mérkőzést? Nem tudom, Edi, te ismered azt a mémet, ahol öten állnak egy mögött. Na ez is most egészen hasonló volt. Teleporttal érkezik vissza Gragas is, az első inhibitor már hullott, minionok is vannak. 5-2 ellen az alsó ösvénynek kéne megváltania, illetve megvédeni a világot is. Hát de nem biztos, hogy erre bármilyen fajta érkezésük is lesz. Az első Nexus védő torony egyértelműen dől, hát mindenki láthatja, a második követi őt. Süti, illetve az a szerencsétlen Lulu pedig, bár mindent megpróbál annak érdekében, hogy valahogy ne endeljen a Phoenix. Igazából érdemi beleszólásuk ebben nem volt. És a Phoenix bizony leendelt, vége főcím, nem dehogy is.